És akkor itt is vagyunk, ez egy speciális szigorlat most, de nagyon köszönjük, hogy egy kis betegeskedés ellenére Hag Péter Skype kapcsolaton keresztül elvállalta ezt a beszélgetést, tehát köszöntjük az ELTE tanszékvezetőjét, Jogász, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Illetve ma reggeli kérdezőtársunk pedig az ATV.hu főszerkesztője Szabó Bianka, szervusz, tiéd az első kérdés szokás szerint. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok. Hát szerintem, ami sokakat foglalkoztat most, visszakerülhet-e a börtönbe K. Endre? Erre minden esély megvan. Ugye az a cselekmény, amit az RTL híradó, vagy az RTL házon kívül műsora rögzített, az nagyon úgy tűnik, hogy a büntető törvénykönyvben meghatározott hamis tanúzásra felhívás elnevezési bűncselekmény. Ezt, ha ilyen hamis tanúzásra büntető ügyben próbálnak valakit rávenni, rábírni, mondja a törvény, akkor 3 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett büntet. Polgári ügyben 2 év, szabálysértés és egyéb hatósági ügyben csak 1 év a büntetési tétel, de ebben az esetben ez egy viszonylag súlyos bűncselekmény az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó bűncselekmények között. Ugye a bíróság, ha ítéletet szab ki, akkor olyan 1,5 év körüli büntetésből kell kiindulni. És külön sajátossága az ügynek, hogy én ugyan a kegyelmi határozatot, amit Novák Katalin köztársasági elnökként meghozott, én még nem láttam magát a határozatot, de a hírekben az volt, hogy ő kegyelemből nem eltörölte K. Endre büntetését, hanem kegyelemből felfüggesztette. Most az kérdés az, hogy ez a felfüggesztés, ez letelte már vagy sem, mert ha még nem telt le a felfüggesztési idő, és az alatt követel újabb bűncselekményt, akkor tulajdonképpen a kegyelem is hatályát veszti. Tehát őnek az a felfüggesztés is éppen azt jelenti, a kegyelmi felfüggesztés is, hogy a döntésben meghatározott ideig fennáll még a fenyegetettség, és hogyha ez alatt az idő alatt újabb bűncselekményt követel, akkor a kegyelem hatályát veszti. Ez ugye azt jelenteni, ez már egészen ugye Shakespeare-i fordulat, hogy ugye sok hűhó semmiért, tehát lehet, hogy K. Endrének le kell tölteni a maradék büntetését, és még emiatt a hamis tanúzásra felhívás miatt is bíróság elé kell kerülnie. A számomra nem teljesen világos, folyik most olyan jogi eljárás, amellyel kapcsolatban hamis tanúzásra felhívást követett el K. Endre, vagy ez, hogyha úgy tűnik, akkor civilben egy magánbeszélgetés volt csak, és hogyha igen, akkor miért és hogyan minősül jogilag? Én azt gyanítom, hogy K. Endre valakitől, nyilván nem ügyvédtől, vagy nem jogásztól hallhatta, hogy jogerős ítélettel szemben van lehetőség rendkívüli jogorvoslatra. Egyet már ő megpróbált, a felülvizsgálati eljárást, ugye ennek keretében derült ki egyáltalán a kegyelem, és most úgy tűnik, hogy meg akart próbálni egy másikat, a perújítási eljárást. Ugye a perújítás egy olyan rendkívüli jogorvoslat, amit a már jogerőre emelkedett bírósági döntéssel szemben lehet ténybeli hiba miatt benyújtani. Ugye a felülvizsgálat az jogi hibát orvosol, a perújítás az ténybeli hibát. És ennek egy speciális, nagyon részletesen meghatározott esete, hogyha az alapügyben hamis vagy hamisított bizonyítékot használtak fel. De tehát nekem úgy tűnik a hírek alapján, hogy K. Endre erre akar talán rámenni, hogy bebizonyítsa, hogy az alapügyben, amiben ők elítélték, abban egy hamis tanúvallomást használtak fel. Csak hogy ennek a hamis tanúvallomásnak az alapján csak akkor lehetne perújítást elrendelni, hogyha a hamis tanút, ebben az esetben a zaklatás áldozatát, azt a fiatalembert, akit ő megkeresett, azt a bíróság elítéli hamis tanúzás miatt. Tehát a K. Endre terve az arra irányulhatott, hogy elindított egy eljárást ez ellen a fiatalember ellen, ha a bíróság megállapítja, hogy ő az alapügyben hamisan tanúskodott, akkor ezzel a bírósági ítélettel tud perújítást kezdeményezni. Tehát igazából az nem elég, hogy ő egy videófelvételt vagy hangfelvételt bemutat. A hamis vagy hamisított bizonyíték felhasználásánál kell egy jogerős bírósági határozat, ami ezt a bűncselekményt, tehát a hamis tanúzást kimondja, és ezért megbünteti az elkövetőt. Ami ugye azért nagyon... Igen, hallgatom. Fejezze be nyugodtan a mondatot. Azért nagyon, mondjam,
ugye feldúlhatja a hallgatóságot, mert ugye ez csak úgy érheti el Kádre a célját, hogyha ezt a fiatal embert elítélik. És ő ugye azt a korábbi jogerősítélet azt mondta ki, hogy ő áldozat volt egy szexuális zaklatásnak, egyik áldozata volt, nem az egyetlen. Ha ezek után őt még bíróság elé akarják állítani, az szerintem elég csúnya történet lenne, és hát azt gondolom, hogy elég meg felháborodást látom. Arra szerettem volna még kitérni, hogy vajon K. Endre ügyvédjének ebben a helyzetben mi a szerepe, és szembe kell néznie most valamilyen retorzióval, mert ugye ő folyamatosan a videófelvételeken az ügyvédjére hivatkozott, mint aki miatt szeretne egy újabb ilyen tanúvallomást kicsikarni az áldozattól. Ez egy nagyon jogos kérdés. Én őszintén remélem, hogy nincs olyan ügyvéd Magyarországon, aki az ügyfelét arra beszéli rá, hogy kövessen el egy bűncselekményt, tehát hogy hamis tanúzásra beszéljen rá. Ugye ez a fiatalember, akivel találkozott K. Endre, ez határozottan állítja a mai napig is, hogy az alapügyben elmondott vallomása az igaz vallomás volt. Tehát amikor K. Endre őt pénzzel, ígéretekkel, ajándékokkal rá akarja venni, hogy megváltoztassa a vallomását, akkor valójában egy hamis vallomásra akarja rávenni. Én nagyon remélem, hogy ügyvéd ilyet nem tesz. Ha mégis tenne, az egy nagyon súlyos etikai vétség. Csak ennyi etikai vétség? Az ő esetében büntető jogi felelősség nem merül fel? Felmerülhet a jogos az észrevétel, felmerülhet a büntetőjogi felelősség, de itt azért nyilván először meg kéne állapítani, hogy ténylegesen van-e ilyen ügyvéd, vagy inkább arról van szó, hogy K. Endre sokakkal beszélgetett, és őtől kapott mindenféle ilyen információ töredékeket, és azt abból állította össze a saját fejébe a menekülési útját. De azt kell mondanom újra, hogy ezen az úton még sokkal rosszabb helyzetbe kerülhet, mint korábban, mert le kell töltenie a kegyelemmel felfüggesztett büntetés is, plusz le kell töltenie a hamis tanúzásra felhívás miatt is, és az derül ki, hogy Novák Katalin és Varga Judit és mások, akik ebben az ügyben megbuktak, vagy presztízsveszteséget szenvednek, azok teljesen értelmetlenül és céltalanul mentek bele egy ilyen botrányba. Tegnap jelent meg egy cikk, azt hiszem a K-Monitor próbált kikérni adatokat az Igazságügyi Minisztériumtól. A kegyelmi döntésekkel kapcsolatban ők azt írták, hogy gyakorlatilag csak ilyen statisztikai jellegű adatokról lett volna szó, hogy általánosságban milyen ügyeket bírál el pozitívan a köztársasági elnök, illetve bírált el. Viszont az Igazságügyi Minisztérium ezt, hogyha jól tudom, megtagadta, tehát még ilyen adatokat sem volt hajlandó kiadni. Na most az elmúlt időszakban szerintem ennek a kegyelmi intézménynek a jó híre, hát a kegyelmi üggyel kapcsolatban egy kicsit megrogyott. Hogyan lehetne ezt visszaállítani? Egyetértek, hogy ez egy problémás kérdés, és amikor a miniszterelnök úr bejelentette az alaptörvény módosítást a kegyelem tekintetében, akkor többen szóvá tették, Schiffer András, Ungár Péter és mások is, én magam is nyilatkoztam erről, hogy szerintem fontosabb lenne a folyamatot nyilvánossá tenni. Tehát amikor a kegyelemmel él a mindenkori köztársasági elnök, akkor lemond arról, hogy egy elkövetővel szemben az állam a büntető hatalmát érvényesítse. Ilyenkor az áldozatok, akik a bűncselekménynek, az alapbűncselekménynek az áldozatai voltak, azok hát tulajdonképpen be vannak csapva, mert az állam azt ígéri nekik, hogy ne álljál bosszút magadért, majd mi bosszút állunk, mi megbüntetjük azt, aki elkövetett. A bíróság ezt meg is teszi, és utána az elnök egy mozdulattal ezt a bírói döntést semmissé teszi, gyakorlatilag a büntetést elengedi. Most ez egy olyan fontos döntés a mai korban, ez lehet, hogy ugye ez a királyi kegyelmi joghoz kapcsolódott évszázadokkal ezelőtt, akkor nem volt ilyen igény, hogy a királyok magyarázzák meg a döntésüket, de a mai azokban az országokban is, ahol királyság van, hát sokat változott a királyok helyzete, hát még a köztársaságban az elnök helyzete, tehát az elnöknek tulajdonképpen ez egy szuverén döntése, ami egyébként politikai felelősséggel is jár. Tehát nem, igazából nem érthető, hogy miért kell miniszteri ellenjegyzés, hogyha nem lehet a minisztertől számon kérni, hogy milyen ügyekben gyakorolta az ellenjegyzési jogát, és nem lehet az elnöktől sem számon kérni. Én azt látom, hogy ez a kegyelmi ügy most már
hetek óta a napirenden van, ugye nyilván egyre kevésbé fajsúlyosan, de nagyon erőteljesen. Szerintem ilyen horderejű belső válságot a jelenlegi kormány az elmúlt 14 évben még nem élt át. Tehát ez egy nagyon súlyos válságot generáló. Én azt gondolom, hogy az igazságügyi minisztériumnak a kármentés érdekében minél nagyobb nyilvánosságot kellene biztosítani. Nyilván nem a személyes adatokat, az érzékeny adatokat, de például azokat a statisztikákat, hogy hány esetben éltek vele, milyen típusú kegyelmet gyakoroltak, felfüggesztették csak a büntetést, vagy eltörölték, eljárási kegyelmet adtak, vagy végrehajtási kegyelmet adtak, és felsorolva nem konkrét ügyekhez kapcsolva azt is, hogy mik a tipikus okok. Egyébként ezek segítenének is a kegyelmet kérőknek és a kegyelmi ügyeket elbírálóknak, mert ha az elítéltek vagy az eljárás alatt állók tudják, hogy mik azok a tipikus okok, amikor esélyen lehet kegyelemért fordulni, ugye 10 ügyből egyben ad talán az elnök kegyelmet, akkor csökkenne a felesleges kegyelmi kérvényeknek a száma, és el is eloszlana az a homály, amit ebben az ügyben folyamatosan látunk, ugye, egyházi vezetők is nyilatkoztak arról, hogy hát itt ők ártatlannak tartják K. Endrét, és ezért akartak kegyelmet gyakorolni. Én itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogyha valaki rámegy a legfelsőbb bíróságnak, a kúriának a honlapjára, ott egy római jogi latin idézetet látja, ami úgy szól, hogy res judicata pro veritate accipitur, ami magyar fordítva, hogy az ítélt dolgot igazságnak kell elfogadni, ugye az akceptálni szót azok is ismerik, akik latinul nem beszélnek, tehát ez nem azt mondja ki a római jogi elv, hogy bizonyosan igaz az ítélt dolog, hanem hogy egy ponton le kell zárni, és igaznak kell tekinteni. Lehet ezer ügyből, vagy tízezerből lehetnek hibás ítéletek, de ezt nem kegyelemmel kell olvasni. Amit az imént említette, hogy itt egy válsághelyzetről van szó, ez egy jogi értelemben vett válság, a kegyelmi ügyhöz kapcsolódóan, illetve a kegyelmi eljárásokhoz kapcsolódóan egy jogi értelemben vett válság, politikai válság, vagy a kegyelmi intézménynek a válsága, illetve hogy említette, hogy most már azért nem királyság van, és ott is, ahol az van, már máshogy kezelik ezeknek az ügyeknek a nyilvánosságát. Tud mondani egy-két európai példát, hogy a nyilvánosság az hogyan szokott megjelenni a kegyelmi eljárásokban? Hát konkrét európai példákat nem tudom, én ezt olyan részletesen nem foglalkoztam, de az alapkérdésére, ami nagyon jogos, azt tudom mondani, hogy ez mindegyik válság egyszerre, egy politikai válság, hiszen egy hosszú évek alatt felépített, sikeres női politikus karrierjét törte ketté, illetve kettőnek is ketté törte a karrierjét egy olyan helyzetben, amikor a Fidesz igazán nem erős abban, hogy sok női politikus lenne, ugye nincsenek is jelen pillanatban, nincs is női miniszter a kormányban, és nincsenek vezető pozícióban, vagy nagyon kevés nő van. Ez egy politikai válság, egy bizalmi válság. Láttuk, hogy mekkora tömegek vonulnak ki erre az ügyre épülve, és egy jogi válság is, mert fel kellene ismerni a jogalkotónak, hogy változtatni kell ahhoz, hogy a társadalom bizalmát helyreállítsa az intézményben, és úgy van, ahogy kérdezte, az intézmény maga is válságba került, az a közfelfogás alakult ki, ugye a műsor bevezetőjében elhangzott statisztika, hogy 300 ezer szavazót vesztett a Fidesz, ha vesztett, azt mutatja, hogy ez komoly károkat okozott a egy mondatban, Fidesznek, csak hogy csak hogy az áldozatokról is beszéljünk, jogos az, amit például a Momentum követelt, hogy legyen rendőri védelem a bicskei gyerekotthon áldozatainak a részére, illetve a DK pedig K. Endre azonnali letartóztatását. Szóval az áldozatokra most ebben a ezután a fordulat után jobban kellene elfigyelni. Azt gondolom, hogy ez jogos, nem kellene feltétlenül az áldozatot rendőrökkel őrizni, mert az ő életét is csúnyán feldúlná, de például a büntetőeljárási törvény alapján lehet távoltartást elrendelni, tehát a bíróság hozhat egy olyan határozatot, amely kimondja azt, hogy K. Endre semmilyen módon, sem közvetlenül, sem közvetve az áldozatokkal nem veheti fel a kapcsolatot, és hát végső esetben lehet letartóztatást is, de talán ez ebben az ügyben elég súlyosnak tűnik. De az is rendelkezésre áll, ezt az ügyésznek kell indítványozni, és a bíróság dönt róla. Hag Péternek köszönjük szépen, hogy köszönjük tudtunk szépen beszélni, és Szabó Biankának a kérdéseket.